Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén vagyunk. Ember és élet jobbító fejlesztőképzésünk következik. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, a PPH másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Foglalkozásom természetgyógyász voltam, mára viszont PPH tanulói csapat vezetése a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek. Párkapcsolatban, mellettem áll a fáram, itt találtam a PPH-nál. Nehéz volt. Én azért... Itt hevert a földön. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert rengeteg sok mindent nagyon sok helyen tanultam évtizedekig. Alkalmaztam ezt a sokféle tudást, és mégsem tudtam minden életterületemet rendbe tenni. Sőt, mivel természetgyógyász voltam, másoknak sem tudtam annyit segíteni, hogy ők is jól tudják az életüket élni. Mivel nem tudtam jól kezelni az élethelyzeteimet, nem tudtam a problémáimat megszüntetni, nagyon megörültem, mikor a PPH-val találkoztam 5 évvel ezelőtt. Nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy ide irányított, több mint 5 éve itt tanulok. Mivel Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszert tanít, amivel valóban rendbe tudunk tenni mindent, mindenre van megoldás, személyes segítség, és mindezt én megtapasztaltam a saját életemben, bármikor kérdéssel, tanácssal fordultam, akár én, akár a saját csapatom tagjainak nevében, mindig olyan válaszokat kaptunk, ami azonnal segítséget nyújtott. Hát én a képzések által az életemet sokkal jobban tudtam tenni, tényleg minden területen, akár az anyagin, akár párkapcsolati, gyerekeimmel való kapcsolatban. Mondhatom. Lányom is itt talált párt a PPH-ban, és nagyon-nagyon örülünk, hogy hasonló gondolkodású, rezgésű emberre talált, tudatos emberre talált. Hát tényleg mindent jobban tudok alkalmazni az életemben. Ha probléma van, nem akadok el, sőt, már most eljutottam oda, hogy a megelőzés, tehát nem is nagyon jönnek elő problémák. Enélkül, a tudás nélkül nem tudtam volna mindezt elérni. Azt főleg nem, hogy a csapat tagoknak tudjak segíteni. Tehát ahogy én tanulok, alkalmazom magamon, a csapat tagoknak is tudok segítséget nyújtani. És nagyon jó érzés látni, mikor, hát boldogok, mikor megszűnnek a problémák. És amíg az ember meg nem ismeri önmagát, és erre a legesleges, legjobb dolog itt a személyiség fejlesztő, a számok energiái, miért születtünk, nincsenek véletlenek. Tehát amíg önmagunkat meg nem ismerjük, nem látjuk reálisan, addig nem tudunk semmilyen életterületet jól alkalmazni, főleg nem tudunk segíteni másoknak. Hát egy pár szót én is szeretnék magamról. Eredeti foglalkozásom, én is autószerelő voltam, jelenleg szivattyúgépészként dolgozom, de már viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem, amit előtérbe helyeztem a munkám mellett. Én is szintén Rákóczi falváról érkeztem párommal, nagyon boldog párkapcsolatban élünk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert kerestem valamit, amikor még annak idején még nem is tudtam, mi az. És elkezdtem a természetgyógyászatot, de valahogy éreztem, hogy nem ez a tevékenység, amit nekem kell végeznem. Éreztem, hogy valami más a feladatom. És megfogalmazódott bennem 3 kérdés, még annak idején, hogy ki vagyok én, miért vagyok, és egyáltalán most miért vagyok pont most és itt ezen a helyen. Olvastam nagyon régi bölcsességeket, sok előadásokat jártam, és egy gondolat, ami nagyon megragad bennem, hogy én egy egyéni lélek vagyok, amit valamikor úgy fogalmaztak, hogy
Az egyéni lélek az az isteni tűznek, isteni, isteni lángnak egy szikrája, egy parányi része, ami magába hordozza a tűznek minden tulajdonságát. Ezáltal kezdtem én is keresgetni, és még három mondat megragadt bennem ebből a tanításból, hogy örök, tehát mint a lélek, örök, tudás és boldogsággal teljes. És ugye, hogy örök, az megértettük. A tudást, azt viszont meg itt találtam meg a PPH-nál, a Nyílt Akadémiánál, a PPH-nál, Szedlacsik Miklós személyében. Itt a képzések által életemet jobbá tudtam odafigyelni életem helyzeteire, főleg a mostra, a jobban tudtam élvezni és szeretni a élet minden pillanatát. Ezt megtapasztalhatod te is, ha jössz velünk. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásával képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkésőbbre 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ismét szép számban vagyunk jelen itt a termünkben, illetve ugye látom a Skype-on is sokan vannak, illetve hát ugye az interneten keresztül egyéb technikai eszközzel vannak fönn az emberek. Mennyire vagytok elégedettek a jelen világunkkal? Kezd alakulni megint, nem tudom, halljátok-e hírekben, hogy megint alakul a világ. Nem tudom, azt figyeltétek-e, hogy ami nálunk tavasszal volt, most különböző, és máshol meg lazábbak voltak a megszorítások, ugye a tavasszal. Most nálunk ugye lazább a megszorítás, és ugye a környező országokban meg elkezdődött a fokozódása a megszorításoknak, hogy minél hamarabb elérjék, hogy minél több oltott ember legyen. Tehát ezzel kapcsolatban sok mindent tudnék mondani, csak nem mondok, mert akkor esetleg letiltják a videómat. És komolyan a YouTube nem biztos, hogy bírná azt, amit tudnék ebben kapcsolatban mondani. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Coach-képzéseink vannak, nem tudom, mit tudtok a coach-képzésekről, úgy a világban, mi célt szolgál. Ugye a coach-képzések azt a célt szolgálják, hogyha valakinek valamilyen gondja, problémája van, ugye általában hol szoktak jelentkezni a problémák, mondjuk szokott lenni az embernek esetleg betegsége, vagy netántán balesete, vagy családi problémája, ide tartozik a párkapcsolat is természetesen, vagy esetleg pénzügyi gondjai, tehát anyagi jellegű problémái. Hát általában a problémák ebben a 4 területben besorolhatok,
Tehát ha valakinek van mondjuk ezeken a területeken valamilyen problémájuk, akkor a coach tud segíteni abban, hogy rávezesse az illetőt a problémájának a valódi okára, és a megoldásra is természetesen. De hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek, ugye, aki a probléma birtokosa, annak kell megoldani a problémáját, hiszen helyette más nem fogja megoldani a problémát. Tehát az ember kaphat tanácsot, kaphat jó ötleteket, stb. Stb., de akkor is a megoldás az rávár. Tehát amikor egy coach segít valakinek abban, hogy a problémáit megoldja, akkor éppen coachingol, ezt úgy hívják. A coach egyébként egy angol kifejezés, azt jelenti edző. Eredendően, ugye ha most kicsit visszamennénk, akkor nem egészen angol forrású az maga a szó. De ha láttok mondjuk egy, mit tudom én, egy sportmérkőzést, ahol vannak edzők, akkor mindig ki szokták írni, hogy coach. Tehát nem csak a sport területén vannak coachok, hanem egyéb területeken is vannak coachok. Tehát lényeg az, hogy, mi tudást akarunk eljuttatni az emberek számára, a coach képzések, tehát egyébként egy szakma maga a coach szakterület, és olyan óránk, akik coachként keresnek pénzt, tehát coachingolnak, azok olyan óránként olyan 3000-től 35000 forintig terjedő összeget keresnek, mondom óránként. De ennél nagyobb óradíjú coachingokról is hallottam már. Tehát lényeg az, hogy a coach az nekünk nem egy cél, tehát a coach képzések, hanem egy eszköz a kezünkben. Tehát egy eszköz, amely révén eljutunk a célhoz, de hát ugye mik a célok, tehát ilyen céljaink vannak, hogy, az embereknek tudást, képességeket adjunk, gyakorlási lehetőséget nyújtsunk, amelyek által képesekké válnak az ember is az életnek a megismeréséhez, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, célokat elérni, továbbá arra, hogy az emberek és az embert és az életet jobbítsák, a lelki fejlődésre, így az emberek képessé válnak, tehát hogy az ember képes problémamentes életet élni, és ez nem utópia, csak úgy mondanám, hát hogy problémamentes életet éljen valaki, az nem utópia, hanem azt meg lehet csinálni. Tehát ha az embernek van tudása, akkor nincs problémája, hanem helyette feladatai vannak. Óriási különbség, hogy valakinek problémája van, vagy feladata van. Én hála Istennek elég régóta nekem problémáim nincsenek, azaz elég régóta, nem egy pár éve, jó? Hanem lassan azt lehet mondani, hogy évtizedek óta, hanem feladataim vannak. Tehát én az olyan jellegű dolgokat, ami mások problémaként élik meg, én azt rég tudom, hogy minek mi az oka. Szóval a lényeg az, hogy ha az ember képes olyan életet élni, amiben nincs probléma, hanem feladatok vannak, akkor képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjön másokkal azért, hogy na ez a küldetésünk, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. Az aranykorról még fogok beszélni. Tehát a coachképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Van 10 életterületünk, tehát eléggé fontos, hogy az ember nem véletlenül itt a sorban legelő van, hogy képes legyél bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Jó? Tehát ez a 10 terület. Ez sok ember, tehát a legtöbb ember életében jelen van, vagy jelen volt.
Ha valakinek már valamelyik hiányzik, vagy még hiányzik, attól nem baj, ha ezen a területen esetlegesen tud másoknak segíteni. Tehát gondoljátok végig, vajon fontos lenne, hogy az ember ezeken a területeken jól tudjon bánni az elétárulkozó helyzetekkel? És valahogy tanították ezeket az iskolákba? Pedig jó lett volna, nem? Hát nagyon sok tanulótól hallottam már azt, hogy milyen jó lett volna ezeket a dolgokat előbb tanulták volna. Hát ezt ugyanezt én is elmondtam, mikor én is ismerkedtem ezekkel a tudásanyagokkal. Magamról egy-két gondolat bár elhangzott, bizonyos dolog, én kaptam egy küldetést, az a küldetés, és ennek a megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képesekké válnak az aranykorba jutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Na most nem tudom, a világot hogyan látjátok, a jelenlegi világot? Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világ jelenleg mifelé megy? Na most nem tudom, biztos, hogyha más nem, a meséből hallottál már olyat, hogy gonosz meg jó, nem? Nem? De lehet, hogy nem csak a meséből. Biztos találkoztál már jó emberekkel, gonosz emberekkel, nem? De esetleg a mesékből, vagy különböző helyekről, vagy mitológiai tanulmányait során, vagy történelmi tanulmányait során hallottál, hallhattál olyanokról esetlegesen, hogy mondjuk fenti lények, tehát mennybéli lények, vagy pokolbéli lények, nem? Hallhattál ilyenekről? És akkor ugye, ha fenti lényeket emlegetnek, akkor az gonoszként vagy jóként emlegetik? Jóként. A pokolbéli lényeket azt jóként vagy gonoszként emlegetik? Gonoszként. Hát nem tudom, mennyire világos esetleg számodra, hogy vajon ezek a lények, ha ilyenek léteznek. Én ezzel kapcsolatban, de ezt most azért mondom, hogy ha te nem tudom, hogy ki, hogy mennyire hisz ezekben a dolgokban, vagy mennyire nem hisz, ezért kérdezem ilyen feltételes módban, jó? Tehát én nekem ezzel kapcsolatban pontos tudásom van, az, hogy ki mit gondol ezzel kapcsolatban, nekem az totál lényegtelen, érted? Mert én tudom azt, amit tudok, és lényeg az, hogy te hogy gondolod a dolgokat, jó? Illetve te számodra, hogy tehát te hogy érzed, hogy mit gondolsz ezekkel kapcsolatban. De ha mondjuk föltenném azt a kérdést, mit mondanál, hogy szerinted van-e az emberekre befolyásuk, mondjuk az emberekre van-e befolyással a jó és a rossz? És vajon a jó és a rossz működése mögött esetleg mondjuk az embereken kívül lehetnek más lények? Na most pontos információk vannak ezzel kapcsolatban, nem tudom, vagy nem akarom nektek ezt elmondani azért, mert ugye itt a történelmi és iskolai tanulmányaik során nem csak, hogy mi a szüleink, meg a nagyszüleink sem nagyon tanultak ilyen dolgokról. De akkor mondanám, hogy van egy törekvés a fentiek részéről az, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Az aranykor azt jelenti, hogy egy elnyomásmentes korszak. Tehát ahol nincsenek elnyomók. Van a lentiektől egy törekvés. Jó? Elmondom a törekvést. Mi lenne a lentiek törekvése? Jó? Na most, a lentiek számára
egy olyan társadalom lenne ideális, ahol az ember teljesen szolgaként fejet hajtva tudna működni. Jó? Na most, de mondom tovább, ehhez az kell, hogy ne legyenek férfiak. Drága férfiak, gondoljátok végig, egy olyan jövőbéli társadalmat akarnak a lentiek, ahol nincs szükség a férfiakra. Miért nincs szükség a férfiakra? Nagyon egyszerű. Mert ahhoz, hogy egy nő szüljön, ahhoz nem kell férfi. Ahhoz bőven elég, hogyha egy pár kiválasztott férfit megfejnek, és utána fogják és megtermékenyítik a nőket. Világos ez? Egy, kettő, miért nincs szükség férfiakra? Mert a férfiak harcosak, a férfiak lázadozók, a férfiak ellenállók, a nők ezt mind nem csinálják. A férfiak kevésbé érzelmesek, mint a nők. A nőket az érzelmeik által sokkal könnyebb manipulálni, mint a férfiakat. Tehát a lentiek szerint a jövőben semmi szükség nincs a férfiakra, mert már nincs olyan fizikai meló, amit ne tudnának megcsinálni a nők a gépek segítségével. Tehát, hogyha te esetleg ilyen korszakot szeretnél, ahol nincsenek férfiak, semmi gond, gonoszkodjál, nyomd el az embereket, érted? És kapunk majd egy ilyen társadalmat. Világos ez? És gondold végig logikusan, ha rabszolgákra van szükség, akik csak annyit csinálnak, hogy dolgoznak, minek a férfi? A mai technikai világban minek a férfi? A nők ugyanúgy meg tudnak mindent csinálni, és nincs szükség fizikai munkára, mert a gépek elvégzik a fizikai munkát. Oké? Okay? És ha megnézed, elindult a világ e felé. És akkor ugye talált ki, hogy hogy lehet sterilizálni a férfiakat. Nagyon egyszerűen. Most már csinálhatják. Oké? Okay. Oké? Okay. A nők meg arra jók, hogy mai technikai eszközzel azt is meg tudják csinálni, hogyha mesterséges megtermékenyítés van, hogy férfi sejt ne tehát ne fogadjon. Érted? Csak női. Tehát női ivarsejt. Tehát már meg tudják csinálni. Tehát magyarul, hogy csak női utódok szülessenek. Már simán meg tudják csinálni. Tehát aki például, hallottam olyan férfiak, nőktől még nem hallottam ilyet, férfiak mondták, hogy ők azért szeretik a földi létet, meg azért akarnak majd visszajönni a következő életükben férfiként a szex miatt. Na akkor ugye mondanám, hogy milyen kilátásai vannak a szexnek. Oké? Okay. Meg annak, hogy te férfiként jöjj vissza. Tehát, hogyha a lentiek akarata érvényesül, belátható időn belül egy ilyen világot akarnak létrehozni, és erre elkezdték megteremteni a feltételeket. Oké? Okay? Ha ezt te nem látod, hogy elkezdték megteremteni a feltételeket, akkor te vak vagy. Oké? Okay? Te vak vagy. Tehát tudnék még ezzel kapcsolatban mondani több dolgot is, de megint csak az lenne, hogy esetleg letiltanák a videómat. Oké, okay. Szóval a lényeg az, hogy a fentiek viszont nem ezt akarják. A
fentiek azt akarják, hogy legyen egy elnyomásmentes társadalom, ahol nincsenek elnyomók. Ennek megvannak a feltételei, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Én ezt pontosan tudom, szerintem a bolygón ezzel kapcsolatban én még nem hallottam, hogy valakinek több információ lett volna, hogy mi lenne akkor, hogyha aranykor lenne. Na, nézzük tovább. Tehát ennek a küldetésnek a megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket, és ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Jó, tehát el lehet dönteni, ha nem tanulsz, semmi gond, támogatod a lentiek akaratát. Nem vicc, komoly, gondold végig. Minél tudatlanabb vagy, a lentieknek annál jobb. És akkor szépen észre se veszed, hogy hova fajul a világ, és egyszer csak azt látod majd, hogy hoppá, alig vannak férfiak. Sőt, egy idő után, hoppá, már nincsenek is. Oké? Nem kell félned, hogy nem éled meg az aranykort, ha itt tanulsz. És természetesen használod a tanultakat. Biztonságban érezheted magadat. Egy egyedülálló célra rendelkező kivételes közösséghez tartozhatsz. Nem találsz olyan célt, vagy olyan közösséget, amelynek közös célja van. Érted? Nincs ilyen. Sőt, olyat, amelynek közös küldetése van, olyan meg aztán végképp nincs. Egyedülállók vagyunk ebben. Bőven fogsz kapni elismerést, kihozhatod magadból a legjobbat és a legtöbbet, és beteljesítheted, amiért születtél. Tudod, miért születtél? Most tanuljuk. Hogy bárkinek, nem most, a következő tanulóknak szóló képzésben tanítjuk. Hogy hogy tudod megállapítani magadnak, hogy mi a küldetésed, és hogy tudod bárkinek megállapítani, hogy mi a küldetése. Körülbelül 5 perc alatt. Mondom, 5 perc alatt. Bárki, aki leszületett, és megkérsz tőle egy pár adatot, és megmondod belőle pontosan, hogy mi a küldetése. Ha megtanultad. Nyilván ez nem egy egyszerű tanulmány. De most egy olyan képzés folyik, egy több hónapos olyan képzés, ahol ezt tanuljuk. Egy hónap, majd mindjárt lesz szó, hogy mennyi. Az ember és életjobbító kócsképzéseinket igénybe veheted személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén, rádión, illetve videó vagy hangfelvételről, továbbá le is töltheted. Egy havi képzésünk az 30 óra. Minden szerdán és minden vasárnap vannak képzéseink. Szerdánként mindig 18 órakor kezdődik, vasárnap ugye mindig 16:30, kivétel havonta egy vasárnap, ami egész évre, sőt már jövő évre is meg van határozva, akkor az 11:00-kor kezdődik. A befejezés ugye szerdánként 16:40-kor van, vasárnaponként 20:45-kor, és abban az egy vasárnap, amikor 11 órakor kezdődik, akkor pedig 18 órakor, tehát 6 órakor. Megnézed, milyen képzéseink vannak, akkor a következőt látod. Van életcoach szemeszterünk, úgy hívják angolul, hogy life. Annak van az etika coach képzése, eredményes tanulás. Tehát ebben két téma van, tehát ez egy több hónapos mindegyik téma. Utána van a self-knowledge, önismeret coach szemeszterünk, önismeret coach képzésünk van, vérmérséklet coach képzésünk, van az energy, energia coach szemeszterünk, van a hangulatjavító coach, és most tartunk a személyiségfejlesztő coachnál, amely
Amikor az ember tanulja, akkor ismeri a saját személyiségét, erősségeit, hibáit, képes a hibáit legyőzni, illetve kijavítani. Felismeri mások személyiségét és tud segíteni másoknak a személyiségükből fakadó hibák kijavításában. A coachképzésünk körforgásos alapon működik, nincs téli-nyári szünet, bármikor be tudsz csatlakozni, csak nem mindegy, hogy milyen díjon. Most még kedvezményes díjon tudsz, akciós díjon be tudsz csatlakozni. Nézzük tovább. Van a Happiness Coach Semester, ott az elnyomás feloldó, tehát hogy képes legyél az elnyomást kezelni, és az elnyomókat kezelni. Önbizalom teremtő coach, elég fontos, hogy legyen önbizalmad. Szeretett teremtő coach, párkapcsolat coach, gyereknevelés coach, egészségteremtő coach, boldogságteremtő coach, a business coach képzéseken belül van a célmegvalósító coach, kommunikációs coach, emberi bánásmód coach, hatékonyság coach, növekedés coach, leszoktató coach. A leszoktatás azt jelenti, hogy valami káros szenvedélytől történő leszoktatás, illetve leszokás. Pénzteremtő coach, van a líder, a vezető coach szemeszter, tehát nagyon fontos, hogy képes legyél embereket vezetni, azon belül ugye szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, életszervező coach, marketing coach, konfliktus feloldó coach. Na, ha még egy szervezetnél találsz ennyi coach képzést, akkor én megeszem a kalapomat. Nem Magyarországon, bolygószinten. Jó? Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Az aranykor az elnyomóktól mentes, szeretet, béke és boldogság kora. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év, és a torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. A tapasztalatok elsajátítása saját csapat nélkül nem lehetséges. Tehát azt tapasztaltuk a csapattal kapcsolatban, hogy egy kényszer. Tehát amikor az ember emberekkel foglalkozik, méghozzá a saját embereivel, és az emberei fejlődnek és ő nem, akkor előbb-utóbb az emberek, nem tudom ki hív ilyenkor, bocsánat, el kellene halkítanom, némítanom, még véletlenül se szóljon bele többet. Jó. Oké. Szóval, amikor az embernek van csapata, akkor az ember úgy működik, hogyha a csapat fejlődik, és ő nem fejlődik, akkor a csapattagok az szépen elkezdenek nem hozzáfordulni. Tehát magyarul nem tekintik őt vezetőjének. És olyan emberhez kell, kezdenek el fordulni direktbe, közvetlenül, akit vezetőjüknek tekintenek. De az nem egy párhuzamos vezető, hanem az emberek felett vannak olyan, tehát a vezetőknek is van vezetője, meg a vezető vezetőjének is van vezetője, legalábbis itt a rendszerünkben. Ezáltal fogják és kikerülik azt a vezetőt, aki nem fejlődik kellőképpen. És hiába hoz be embereket, ott lesz, és gyakorlatilag a kutya se foglalkozik a vala vezetővel, mert az az illető nem fejlődik. Világos ez? Tehát nem tudom, hogy értitek-e, hogy mi a kényszerítő erő, és baromi szarul, bocs, kezdik az emberek maguk érezni azáltal azok a vezetők, akikhez nem fordulnak a saját embereik. Világos ez?
És ezért fontos, hogy legyen csapat, mert ha van csapat, akkor van egy ilyen önkényszerítő erő, érted? Egy ilyen önmotivációs erő, ami motiválja az illetőt, hogy fejlődjön ő is. Hát kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg. És akkor nézzük tovább. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve, önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. Aki ki akar maradni, annak van egy rossz hírem. Tehát, hogy ki akar maradni a fejlődésből, annak van egy rossz hírem. Nem fogja megélni az aranykort. Oké? Tehát nem kell elhinni nekem dolgokat, csak az a gond, tudod, hogy az elmúlt 20, mit tudom én, hány évben mióta emberekkel foglalkozok, és ugye már itt kezdtem el jósolni még a 90-es évek második felében előadásokban dolgokat embereknek, és azok mind bejöttek. Tehát mind. Gyakorlatilag mind megtörtént. És általában előbb, mint ahogy én jósoltam. Mint amikor azt mondtam, hogy körülbelül ekkora várható. És ahhoz képest általában mindig előbb történtek meg a dolgok. De megtörténtek. Csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez, és ez nem a külön utakon járás. A saját személyes fejlődéséhez az embernek a következőkre van szüksége. Tehát kell először is egy közösség, amihez az ember úgy érzi, hogy tartozik. Tehát elég nehéz úgy tartozni egy közösséghez, hogy időnként nem találkozol azokkal az emberekkel. Tehát ezért ugye egy közösséghez tartozás alapfeltétele az, hogy az ember időnként találkozzon azokkal, akikhez tartozik. Világos ez? Azonos célok. Tehát az a közösség, amelyik mert az embereknek egyiknek a célja arra vezet, a másiknak arra, a harmadiknak amarra, az a közösség sose fog egy irányba haladni. Világos ez? Az ember és az élet ismerete. Hogyan akar az ember boldogulni az életben könnyen, ha nem ismeri az élet és az ember működését? Tehát nézd meg, vajon mi a jellemző az emberek környezetében és az emberek működésében? Most nem magadból indulj ki, nézz körül a környezetedben. Vajon a szeretet dominál? Vagy mondjuk inkább az irigység? Nézd meg. Vagy a közömbösség? Melyik? Tehát inkább melyik? Vagy a félelem mondjuk. Hát tudás nélkül az emberek ide jutnak, hogy félnek, vagy közömbösek, vagy stb. Stb. Negatív tulajdonságot ért. Oké? Kell egy etikus élet. Maga az etika coachképzés legutoljára 4 hónapos volt. Tehát az azt jelenti, hogy 120 óra. Mert ugye havonta 30 óra képzésünk van, a 120 óra volt. Én még nem hallottam olyat máshol, hogy ennél mondjuk közelében járó mennyiségben tanították volna az etikát. Nézd meg például, a Bibliában erről van 10 mondat. Úgy hívják, hogy 10 parancsolat. 10 mondat tanítás. De az etika nem 10 mondat, jó? Hanem ennél sokkal, de sokkal több. Nézzük tovább. Minden napokban használható tudás és módszerek. Tehát az ember akkor tud boldogabban élni, hogyha vannak módszerei, és azt a mindennapokban tudja használni. És ott volt, emlékeztek, a 10 terület, ugye, hogy képes legyél magaddal,
képes legyél a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeiddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal, és képes legyél a teremtőddel bánni. Itt van ez a 10 terület. Ezen bármelyiken gondod van, akkor az negatív hatást gyakorol az összes többi 9-re is. A nagy közösségen belül, hogy legyen saját csapat. Ugye erről az imént beszéltem, hogy miért fontos. Mivel itt vagy, te valószínűleg jó ember vagy. Ezért kezd el te is az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködést. Függetlenek vagyunk, se politikai, se vallási befolyásunk nincs. Oké? Tehát nem számít, hogy milyen a politikai nézeted, nem számít, hogy milyen a vallásod. Érted? Mi szívesen látunk a közösségünkben. Úttörő szerepünk van nekünk PPA-soknak. Tenni kell rendszeresen a dolgunkat. Vagyis, hogy minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, kezdetben úgy is lehetne mondani, hogy szellemi fejlődést eredményező, mindennapokban használható, boldog élethez vezető tudást. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberiség számára nincs két út, csak egy. A 2035-től létrejött aranykorba jutás. Nincs más. Tehát nem támogathatsz egy olyan fajta működést, ami arra megy ki, hogy egy női világ létrejöjjön, érted? Ahol nincsenek férfiak. Illetve van egy pár férfi a bolygón, többek közt a éppen aktuális hatalomban lévők. Férfiak, ezt annyi, érted? Egy egyének az aranykorba kerülése szükséges tudás elsajátításához legalább 9 évre van szükség. Hát elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnéd meg magamnak a havi 9800 forintot a saját személyiséged fejlesztésére, és ez az életed jobbítása az aranykorba jutáshoz. Az első hónap ettől eltér, az 19700 forint, és utána még árgaranciát is kapsz, pedig tervezünk most egy hamarosan egy havi emelést, amit ugye nem érint azoknak, akik ugye újak és kaptak árgaranciát. Az emberek szellemi fejlődésének elősegítése a legetikusabb tevékenység a bolygón, amivel én eddig találkoztam. Tehát én ennél etikusabb tevékenységgel, mint hogy az embereket fejlesszük, én még nem találkoztam. Biztosítsd úgy a saját és a családod megélhetését, hogy ajánlod a szellemi fejlődést másoknak is. A PPA a szervezői piac legmagasabb jutalékaként a szervezeteid tandíjából, tehát az bevételből visszajuttat a teljesítményettől függően 32-től 75%-ig terjedő összeget. Tehát az azt jelenti, hogy úgy működik a szervezésünk, hogy vannak a tanulók. Ha akarnak, szerveznek, akarnak, nem. De ha valaki szervez egy tanulót, akkor ő lesz az ajánlója. És mint ajánló, minimum 32% jutalékban részesedik a tanulója tandíjából. Ha eredményes az a szervező, akkor ez a százalék növekszik, és egészen elmehet 75%-ig. Tehát a szervező eredményességétől függően természetesen. A csoportodban, itt egy D betűt majd berakok, lévő tandíj, a csoportodban lévők tandíjából pedig visszajutat a számodra, tehát lehetnek olyan tanulók is a csoportodban, akiket nem szerveztél, hanem a szervezetteid szerveztek. Vagy a szervezetteid szervezetjei szerveztek, mindegy, de tőled indult ki, az a lényeg. Ez azt jelenti, hogy a csoportodban lévők
tanulok, után te kapsz 4%-tól 43%-ig terjedő összeget, ez megint az eredményességettől függően. Ezt csak azért is mondanám, mert ugye sok szervezéssel foglalkozó üzlet van a világban, de ilyen arányú, ilyen mértékű arányú a bevételből visszajuttatással nem fogsz még máshol találkozni. Vagy ha esetleg találkoznál, akkor azt állapíthatnád meg, hogy nem túl etikus az a szervezet, mert árértékben az a szolgáltatás vagy az a termék közel nem ér annyit. Na most nem tudom, tudod-e, hogy egy coachképzés, ha bárhol máshol végzed, óránként minimumot kezdődik, hogy 3-4 ezer forint. Óránként legkevesebb. Tehát coachképzés. Nálunk ez 330 forint. Tehát én úgy gondolom, ez eléggé etikus. Oké? Tehát az ilyen típusú coachképzések, az mondom, ott kezdődnek, hogy olyan 3-4 ezer forint óránként. Nézzük tovább. PPH vezetők segítségével és a módszer segítségével gyorsan képessé válsz a szervező, ha csinálja rendszeresen a szervezést, 6 vagy 7 számjegyű, vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Mit jelent a passzív jövedelem? Nálunk. A passzív jövedelem azt jelenti, hogy ameddig ő itt tanul, te a tandíjából azt a minimum 32%-ot megkapod. Érted? Ha te vagy a szervezője. És nekem van olyan tanulom, aki 25 éve itt tanul. És én 25 éve minden hónapban részesedek a tandíjának a befizetéséből. Ugyanis én 25 éve tartok képzéseket. Oké? A jutalékot a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a rendezvényekre, vagy felveheted. Nem tudom, mennyire látszik, talán még látszik, nem? Nézzünk egy példát, jó? Tehát például a 24 hónap alatt mondjuk 24 fő általad hozott nyílt akadémia tanuló után mennyi lenne a jövedelmed? Tehát 24 emberről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy havi egy. Tehát havi egy ember. Ha hozzal egy tanulót havonta. Az azt jelenti, hogy azután, a 24 tanuló után, amit jutalékot kapsz, az 1 millió 900 ezer forint. Hát ők rendszeresen fizet, ez nem egy hónapban, az rendszeresen fizeti a tandíját. Oké? És nem, mit tudom én, 4-5 évről beszéltem, vagy itt 2-3 évről beszéltem. A 24 fő az évek során, mondjuk a 2-3 év alatt tuti, hogy fog hozni legalább 50 főt. Az a minimum. Így lesz mondjuk egy 75 fős csapatod. A csoport utáni jutalékod az 700 ezer forint körül lesz. Így a kettő együtt az 2 millió 600 ezer forint. Mondjuk van egy jövedelmi viszonyod, egy foglalkozásod, ahol imádod, amit csinálsz. De nem tudom, hogy jól jönne még plusz jövedelem. Érted? Tehát ezt a 2 millió 6-ot jó, nem egy hónapban kapod meg, mert havonta csak egy embert hoztál, ezt két év alatt fogod megkapni. Az nem úgy lesz, hogy az első hónapban többet, hanem az első hónapban legkevesebbet és egyre többet, ahogy nő a csapat, úgy egyre több és több lesz a jutalék. De mi van akkor, ha mondjuk 24 hónap alatt nem egy főt hozol, hanem mondjuk 96-ot? Tehát 96-ot. Tehát magyarul hetente egyet. Érted?
akkor ami jutalékot megkapsz az ő tandíjukból, az 9 millió forint. Nem egy hónapban, ez az idők folyamán. Oké? Oké, tehát onnantól például, ha mondjuk a 96. ember az a 24. hónapban lépett be, akkor onnantól számítva 2 év. Világos ez? De a legelsőnek a tandíjából 2 év van kiszámolva. Érted? Tehát mindenkinek 2 év van kiszámolva. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ez egy passzív jövedelem, mert újból nem kell őt szervezni. Ő itt tanul, és fizeti a tandíjat. Mondanám, hogy tud mennyi a fluktuáció havi szinten? 5%. Tehát van lemorzsolódás. Oké? Tehát az nem biztos, hogy mindenki fizet, de sokkal jobb, sokkal kisebb a fluktuációnk, mint bármivel, amivel találkoztam életemben. Sokkal kisebb. És akkor nézzük tovább. A 96 fő tuti, hogy fog hozni még 500 főt. Oké? Azután 10 millió forint lesz a csoport jutalék. Így összesen 19 millió forintot kapsz a 2 év teljesítménye után. És ez körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Hogy mondjuk legyen havi egy tanulód, az legrosszabb esetben, tehát legrosszabb esetben mondjuk hát napi 1 óra. Legrosszabb ez, de akkor már rosszul csinálod a dolgokat. Tehát napi 1 órával. Tehát napi 1 óra szervezéssel. Az azt jelenti, hogy egy hónapat 30 óra, amit ráfordítottál. Oké? Hát a 4 az meg azt jelenti, hogy 4-szeres. Tehát akkor az mondjuk napi 4 órában. Oké? Tehát a 4-szeres teljesítménynek, ha megnézed, 8-szoros jutalék eredménye van. Miért kell beszélnem a szervezésről? Nem kötelező, ez egy lehetőség. Egy olyan világban élünk, hogyha most nem stabilizálod az anyagi helyzetedet, akkor nagyon pórul jársz. Főleg úgy, hogy nem tudom, észrevetted-e, hogy mennyi az infláció. Ne azt vedd észre, amit írnak róla, mert azt írják, hogy éves szinten 5,5%. Direkt ma megnéztem. Ezt írják. Szerintem havonta van 5,5%-os infláció. És mit mondanak ezzel kapcsolatban például már szakértők? Hogy tartós infláció növekedésre számíthatnak az emberek, gazdasági szakemberek mondják. Oké? Tehát a statisztikával, most az infláció statisztikával úgy hazudnak, ahogy csak lehet. Én az jelenlegi inflációt a 94-es időszakhoz mérném. Tehát körülbelül olyan áremelkedések vannak, mint 94 környékén voltak. Akkor 36%-os éves infláció volt, de azt bevallották. Oké? Most meg hazudnak. Nem tudom mennyire látni, hát még talán hátul. Oké. Tehát nézzük meg, hogy ha mondjuk egy olyan példát néznénk, hogy mondjuk duplázódás, akkor havi szinten milyen jutalékaid lennének. Tehát ugye akkor lehet duplázódás, hogyha mindenki a tanulók között mondjuk egy-négy órát napi szinten, mondjuk legalább 1 órát befektet. Mert 4 órával nem duplázódás. Tehát az már ugye sokszorozódás lenne. De hát nyilván ez úgy működik a duplázódás, hogy lesz, aki nem egyet szervez, lesz, aki meg egyet se. Világos? Tehát úgy nem egyet, hanem többet. Tehát egynél többet szervez, 2-3-at, akár 10-et is egy hónapban, vagy annál is többet, ugye mire példák vannak. De lesz olyan, aki nem fog szervezni semmit. Tehát hogyha megnézzük mondjuk egy olyan duplázódást,
hogy két havonta mennyit emelkedne a jutalékod. Jó? Tehát még ne is azt, hogy havonta duplázódik, hanem azt nézzük példaként, hogy két havonta duplázódunk. Nézzük. Az azt jelenti, hogy ugye mit csinálunk? Hát aminek, ami az embernek tetszik, az szívesen ajánlja másoknak, főleg ha van értelme annak a dolognak. 24 hónap, példát nézünk, az ajánlásra, jó? És akkor nézzük. Havi 30-60 órás példát nézünk, módszeres szervezéssel, tehát módszerrel, és tanulókat hozunk, mert a tanulók hozhatnak csak tanulókat, és mondjuk legalább egy főt havonta, átlagosan. Jó? Ez a példa. A második hónapban a jutalék 24 000 forint. Nekünk van egy pontrendszerünk, az is figyelembe van véve. És az azt jelenti, hogy van egy karrierünk, az annyit jelent, hogy a második hónapra az illető hármas. Oké? És hármasként, hát még csak ennyit keres, 24 ezeret. Az egy plusz pénz. Például előre befizetheted vele a tandíjadat. A negyedik hónapban az azt jelenti, látod itt öten voltatok a második hónap végére, a negyedik hónap végére tizen vagytok. Tehát a csoporttal együtt tizen vagytok. Még mindig hármas szinten a jutalék az 28 000 forint. Tehát nem sokkal több. A hatodik hónap végére vagytok 20-an, négyes menedzseri szintet éred el, már látod más a elnevezése, van 1100 pontod, illetve a felett, és a jutalékod az 38 000 forint. Tehát itt ugye átlagosan egyemberes, illetve félemberes növekedés van havi szinten. Tehát átlagosan. 8. hónapban 40-en vagytok, 4-es menedzseri szint 2300 felett, 56 ezer a jutalék. Menjünk tovább. 10. hónapban 80-an vagytok, 5-ös menedzseri szint 4700 pont felett, 96 ezer forint abban a hónapban, a 10. hónapban a jutalék. A 12. hónapban 160-on lettetek, 6-os vezetői szint, tehát az már vezetői szint, 9500 pont felett és 240 ezer forint a jutalék. Tehát látod, elég jelentős ugrások vannak fölfele. Megnézzük a 14. hónapot, ahol már 320-an vagytok, 7-es vezetői szinten, 19100 pont felett, van a pontjait száma, ugyanis mindenki után kapod a pontot is, meg a jutalékot is, aki tanul a csoportodban. És a jutalék 576 ezer forint felett van, illetve 576 ezer forint. Megnézzük a következő hónapot, mondjuk 16. hónap, ahol 640-en vagytok, 8-as vezetői szint, 38 ezer pont, és 1.344 ezer forint a havi jutalékod. Nem tudom most mennyit keresel, lehet, hogy az annál kevesebb, de az is lehet, hogy több. De ez már akárhogy nézem, 7 számjegyű jövedelem. És akkor nézzük tovább, mondjuk a 18. hónapot, 1280-an lettetek, igazgatói 9-es szinten vagy, 76.700 ponttal, és 3 millió forint a jutalékod. Megnézzük a következőt, 20. hónap, 2560-an lettetek, 10-es igazgatói szint, 153 ezer pont, és 6.912.000 ezer forint a jutalék. Nem elosztva, hanem ez a 20. hónapi jutalék.
Világos ez? Persze az előző 19. hónapban is volt jutalékod a kettő között. Világos ez? És nézzük tovább, 22. hónap, 5120 vagytok, igazgatói, 11-es igazgatói szint, 307.000 pont és 15 millió forintos havi jutalék. És ez már akárhogy nézzük, ez már 8 számjegy. És akkor nézzük tovább, mondjuk a 24. hónap, itt ha már 24 hónapos példát néztük, 10.240-en lettetek, 12-es igazgatói szint, 614.000 pont és 33 millió fölött a jutalék adott hónapban, tehát hónapban. Hát nyilván ha megnézed, azért innentől kezdve már érdemes vállalkozást indítani, illetve céget, én inkább úgy mondanám. Oké? Okay. Tehát amikor az embernek már olyan jövedelme van, hogy tandíjban, nem tudom, évekre be vagy fizetve, hát akkor már lehet, hogy kellene egy vállalkozást nyitni rá. De én nem hiszem, hogy egy katást, hanem mondjuk egy KFT-t. Oké? Okay. Tehát, hogy neve legyen a gyereknek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy például egy tanuló, aki szervez, egyéni vállalkozónak mondja magát, vagy egy KFT-nek. A kettő közt óriási különbség van komolyságban. Oké? Okay? Gondold végig. Egyéni vállalkozás van annyi, mint a szemét, KFT sokkal, de sokkal kevesebb. Oké? Okay? És akár későbbiekben egy olyat is gondolhat az ember, hogy az ember létrehoz egy RT-t. És az még jobban hangzik. Oké? Okay? Mert RT az meg aztán még kevesebb van. Sőt, a világban is kevés van az RT viszonylag. Kevés RT van viszonylag. Jó? Tehát most gondold végig, te dolgozol, foglalkozol valamivel. Mondjuk ekkora összeget, amit itt mondjuk a 24. hónapban kereshetnél, mennyi idő alatt keresel meg? Hány év alatt? Hány év alatt? Jó kérdés, nem? Tehát most gondold végig, ugye nekem ez a fő tevékenységem, hogy az emberekkel foglalkozok, coachingolok, ugye az egész szervezetet vezetem, és szervezek, és havi szinten általában több mint 10 tanulónk van a nejemmel. Tehát új tanulónk, nekünk közvetlenül. Tehát ami azt jelenti, hogy pedig az időnk az eléggé véges a nejemé is, meg az enyémé is, mert hogy ugye sokat kell foglalkozni mással. És azért van családunk is, azzal is kell foglalkozni. Érted? És mégis belefér az, hogy szervezzünk. És akkor általában ugye a tanulóink az olyan 10-20 körül mozognak havi szinten. Az, aki újja, az új tanulom. Tehát én előtte is foglalkoztam egyéb tevékenységekben szervezéssel, de sose tudtunk ilyen eredményeket produkálni. Tehát hogyha azt gondolnád, hogy az emberek, most kitöltötted a újként azt a nyomtatványt, amit odaadtam, és ugye abban ott van, hogy gondolkozol azzal, hogy az emberek akarnak-e fejlődni, vagy nem. És te lehet, hogy azt húztad alá, hogy nem. Hát emberek többsége nem akar fejlődni. Hát nagy tévedésben állsz. Élsz. Érted? Csak azért nem akarnak fejlődni, mert nem tudják, hogy hol lehet. Érted? Mert nem tudják, hogy egyáltalán van olyan lehetőség, hogy fejlődj. Tehát
Azért gondold végig, nekem ezen a területen olyan tapasztalatom van, ami elhangzott a házigazdák részéről, teljesen páratlan. Tehát a bolygón olyan tapasztalatokkal így globálisan nem rendelkezik senki földi emberként. Ezen a területen. Érted? Senki. És ezt most miért mondom, ez nem dicsekvésként, hanem azért mondom, mert hogy ezt a tapasztalatot én megosztom az itt tanulókkal. És az azt jelenti, hogy nem úgy szervezünk, hogy nincs mögötte tudás, érted? Tehát nem az a kérdés, hogy van elég tudás ahhoz, hogy aranykor lehessen, hanem az a kérdés, hogy mennyien fognak bejutni. És az, hogy mennyien fognak bejutni, az annak a kérdése, hogy mennyien szervezünk. Világos ez? És nem olyan, tehát nekünk a célcsoportunk elsődlegesen nem olyan emberek, akik spirituálisak, hanem olyanok, akik nyitottak a szellemi fejlődésre. Érted? Tehát olyan embereket keresünk, akik szeretnének olyan tudásra szert tenni, amivel megoldják az életüket. És tudnak ebben segíteni másoknak is, hogy ők is megoldják az életüket. Érted? Mert ebben a bolygón iszonyatos hiány van. Tehát mindenből sokkal nagyobb ellátottság van, mint a tudásból. Érted? A tudásból, a mindennapokban használható tudásból. Óriási hiány van ezen a bolygón. És szerinted azt a fentiek akarták, hogy az ember tudatlan legyen? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a mai napi képzést is. Hát minden betű igaz belőle. Ha belegondoltok mélyebben, akkor nem tehetünk mást. Hívni kell az embereket egy jó ügy érdekében, hogy tényleg létre tudjuk hozni azt az új korszakot, amiben szeretetben, békességben, boldogságban élhetünk, nem csak mi, hanem majd az unokáink is. Én az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt tanulni, és évek óta itt is tanulok, és itt is fogok, mert látom azt, hogy az a 9 év lehet, hogy még kevés is lesz a felkészülésünkre, mert emberek vagyunk, gyarlók, jó lenne jól alkalmazni a tudást, még ilyen segítség mellett is hibázunk. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha már találkoztál azzal a szóval, hogy PPH vagy Nyílt Akadémia, bármilyen formában, biztos vagyok benne, hogy itt a helyed, mert nincsenek véletlenek. Ezeket én jeleknek tekintettem, és ha jelnek tekinted, akkor nem gondolkodol, hanem lépsz. Mi már megtapasztaltuk azt, hogy Szedlacsik Miklós, amit tanít, vagy ami tanácsot ad, az tiszta, hiteles forrásból kapja, és valóban tudjuk alkalmazni az életünkben. Ha sokkal jobb világban szeretnél érni, azért vagyunk itt a Földön, mert nekünk kell létrehozni, senki nem fogja helyettünk megcsinálni. A cselekvő gondolat semmit nem ér cselekvőtettek nélkül. Alkalmazási technikákat sehol máshol nem kaphatsz, hiába van tudás, motiváció, azzal nem hiszem, hogy haladnál előre, és itt megvan az összefogás, megvan a vezetés. Tehát itt minden adott ahhoz, hogy tényleg nagyon rövid idő, és nagyon rövid időnk van rá, hogy megcsináljuk ezt a nagy-nagy küldetést. És valóban olyan összegért kapjuk, máshol egy óra alatt elkérnek ennyit, és a következő problémánál mehetsz megint vissza bárkihez tanácsért. A jövőnkbe fektetett pénz a legjobb befektetés. Olyan szintű tudás, amivel segítséget kapsz, amit valóban tudsz alkalmazni,
az életedben, de képessé válsz arra is, hogy másokat segíts ebben, és itt a megint csak a gyakorlási lehetőség a csapatban van. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Nekem itt a tudásról az jutott eszembe, hogy régen azt olvastam, hogy a tudás az úgy maradt fent az ősi tudás, hogy tanítványi láncon keresztül, egy hiteles tanítványi láncon keresztül, ahol a mester átadta a tanítványnak mindig a tudást, és én Szedlacsik Miklóst, én ennek a mesternek tartom, a hiteles tanítómesternek tartom. És arra tudlak buzdítani benneteket csak, hogy jöjjetek. Itt megvan minden tudás, csak tenni kell. Ez olyan, mint mikor egy tanítvány oda megy a mesteréhez és megkérdezi, hogy mesterem, mondd már meg, hogy meddig kell még várnom, még boldogan tudok élni. Mester, csak ennyit mondott, hogy ha várunk, akkor sokáig. Itt a helyetek. Gyertek közénk, és mindent megtalálsz a boldog szeretett élethez, az aranykorba jutáshoz. Hát most szünetet tartunk. Szünet után coachképzésünk lesz. Személyiségfejlesztő. Coachképzésünk lesz. Ha van rá lehetőséged, akkor szeretettel várunk. Ha úgy érzitek, hogy nem ér... érdekel benneteket, nem érdekel az ajánlatunk, akkor megköszönjük részvételeteket, és elköszönünk tőletek. Most pedig 25 perc szünet következik.